kicsim ott maradt, ahol legutóbb ott hagytuk, kávén meg. Hát, jól van, akkor senki nem jön velem partikázni. Pedig azért a firepower, az nem rossz, hogyha kicsimtől megkapnánk a fegyveres támogatást. Na de hát így jártam. Ha? És csecsemő invázió. Na jó. Hova pattant? Gyertek ide? Erre? Cít. Atta. Hogy találtál? Hallom, hogy tötyörészik. Ott van. Jaj, bejött, várja. Hagyjál meg te. Jó. Meg kéne fejezni a defense-t, de az... Na. Így, nyisd ki. Szezám, tárulj. Ez most meg van javítva szerintem. Mondjuk ez is. Meg az is. Nagyon jó. Na hát akkor most, hogy ezt letudtuk. Sziasztok srácok! Itt Árti, és folytatjuk a Forestet. Mit Forestet? Sons of the Forestet. Viszont, mennyi az idő most? Az egy fontos kérdés. Dél környékén járunk. Jaj, de jó, ti is jöttök. Hát egyem a púzódat, gyere ide. Azt hittem, szerintem az eltalált téged, de ezt most nem vitatjuk meg. Na, tehát a napunkat a szokásos raideléssel kezdjük. Úgy. Fájjon a testednek. Oké, mínusz egy fej. Gyertek? Papa vár! Sziasztok! Hello! Ne... Hagyod abba? Ez tévedés volt! Állj! Épp beragadtam! Várjál! Yeah.
Ez hogy? Hogy? Hogy a f***ba? Szórakozzál velem. Jó, ezt, azt nem értem, hogy az ott hogy talált el, de... Mindegy. Ennyi? Igen? Elfogytatok? Nagyon jó. Szóval. Ne. Jaj, nem ezt akartam. Hülye karok túl közel vannak. Hova raktam a csontgyűjtőt? Segíts, jól van, megvan. Nincs csontgyűjtőm. Jó. No worries. Igen. Belőle nem maradt sok. Hogy ne. Jó, akkor ezt most megvárjuk. Meg itt a kollégák. Eloszolnak. Nézd meg, a cseles kis pöcs befutott. Nem kell, kar. Nem tudtam miért, na a fejét is állapotjuk, tehát mindig. Jó. Oké. Okay. Armor time. Még egy picit. Jó. Még elég csontom? Nem, csontok kellenek. Várjál, a karokat tegyük vissza. A kart még sütjük, meg a lábokat, igen. Szóval... Egy. Tadám, négy. Milyen ruháink vannak itt? Bőrcseki! Hú, az. Úgy menőbe. Jó. Kis drog. Szuper. Na jó. Hajom, tök mindegy, úgyse fogjuk megenni, szóval nem számít. Fejét is megsüthetem, teljesen mindegy.
Oké. Szóval... azon voltam... Szevasz, te drága ember. Délutánom. Szóval mielőtt ilyen durván félbe lettem szakítva, azt próbáltam volna mondani, hogy kinézzük magunknak a helyet. Szerintem ez a... nem, nem ez. Ilyen szebb fa. Ez. Ez tökéletes. Erre a fára fogunk építeni. Mi azt mondja, hogy először ezeket kivágjuk. Jó. Ezt is ki kell vágni. Nem akarom, hogy nem tudjanak ugribugrizni a fáról. Nagyon jó. Oké, tehát erre a fára fogunk építeni. Második kiadás. Ez olyan jónak tűnik. Azt szeretném tudni, hogy... aha, jó. Ott van a bázis. Akkor így kell állnia. Jó. El akarunk csak kezdeni, hogy Kevó ne találja ki, hogy ki akarja várni azt a fát, amin ez van. Jó. Töki, akkor hozzál logót, és dobd ide. És nagyon erősen ajánlom, hogy ne vágd ki azt a fát, amire elkezdtem építeni, mert különben leváglak, mint egy disznót. Sajnálom. Farkas törvények uralkodnak a vadonban. Hova raktad? Jaj, szöki! Szerintem tök jó lesz. Szerintem egy tök jó kis házikó lesz ott. Nem tudnak fölmászni. Jó lesz ez. Hoppá. Dől a fa. Húzd a csónakot messze a folyón. Fut. Hol a másik? Nem dobtál ide még egyet, Taki? Mm-hmm.
Köszönöm. Na. És most és azt is hozzám kellett vágni direkt. Ja, ilyen már nem kell. De ez egy negyedes, nem? Nem, ez egy feles. Még nem lehet fölmászni, mert gondolom, amíg nincs valamennyire kész, addig nem enged. Gyerünk, dől a fa. Találd el. Nagyon jó. Hát kicsit kiírtjuk az erdőt, de hát az egész sziget egy hatalmas erdő. Ez azért annyira nagyon rossz. Csak fuss már, azért nyomom te. Hey. Azért mennek a textúrákon átívelő fák. Jajjaj, milyen a karakterünk a futásra olyan fura viszonytápol. Most elvileg nyomom a shiftet. Na. És mennyi lop kellnék hozzá? 16. Te. Azzal elveszünk egy darabig. Nem engedte magasabbra építeni, szóval ez lesz a maximum magasság. De várj, ez egy ilyen negyedes kis vacak. Ez nem kell. Nem! So not right! So not right! El se találtam ezt meg. So not right! Jó, akkor ezt még nem. Rakjam a nyádba. Ez nagyon nem volt most jó fej. El se találtam a fát. Ezt meg. Kösz, kebó. Kösz, tudtam, hogy rá lehet számítani. A cél az én megölésem, akkor te vagy az én emberem. Hozzám vágott érőnket a drága.
lett fa. Ez mekkora patkány múlt volt már. Ez lesz az ilyen másodlagos safe house-unk, hogyha a bázis nagyon előzönlenék a mindenféle lények. Ne vágj hozzám több fát. Nem, ne, elsőre is élveztem. Jó. Fut, fut. Let the hate flow. Találd el! Hú! Nagyon fia! Hát a kérdéseim azért vannak. Akadnak. Inkább megtartom magamnak őket, úgy érzem. Jó. Nem estél akkor át, ne legyél nyuszi. Most derült, hogy ezeket nem kellett volna eldobálni. Ja, mert azok fel... Á, most már mindegy. A rönköd, te nagyon hülye. Na, hol vagy, Töki? Most azt a rönköd. Hova lett ez a szép gyerek? Á, meg vagy. Gyere, gyere. Szétépítjük most szerintetek. Ki tudja? Ne vágd a fejemhez! Egyszer elég volt. Próbáltál megmerény, orvul. Azért ütöm ki, mert zavarok. Igen. Mondta, hogy megállhatsz. Gyerünk, dolgozz.
bázis kell építeni apának, háló. Úgy. Megint átesik minden a textúrán. Most már ugye a tető részét építem, igaz? Bízunk benne. Dobtam. Köszönöm. Gyűjtögessétek itt. 4 log, 14 plank. Ha 1 log, 2 plank, akkor 7 log, meg 3. Nagyon jó. Negyedes plank az legalább már nem kell. Három log és 14 plank, a 14-nek a fele az 7. Meg 3, akkor 10 darab kell, akkor lesz még fel. Na. Nagyon jó. Úgy gyűjtögess egy serényem. Jó, akkor most már csak a plankek kellenek. Kipucolom, mert zavar, hogy nem látom, hogy mi van hol. Plusz itt a zajnövényzetben a kis dögök el tudnak ám bújni. Ja, itt van. Na, néztem, hogy hol van az, amit ledobott a töki. Na, még 3 deszka kell. Onnan csak nem tudnak átugrani. Ül a fa! Szerencsém, hogy agyonvágjon egy ilyen majom lény. Ne, ezt vett fel, azt vett, na. Jó! Ez így nekem jó.
Ilyen kis túlélősre pont, jó? Krisz, Riven, Tori, Mata, Kari. Tudjátok, hogy mit rontottam el? A landing platformot nem csináltam meg a saját oldalunkon. Majd meg fogjuk csinálni. Jó. Azért fogyatkozik az erdő rendesen itt a nagy munkák során. Kicsit átrendezem itt a dolgokat. Jó. Töki? Hol vagy? Hol vagy, Kevó? Na, hova lett ez a gyerek? Most engem kövess. Jó? Új célterületünk van. Itt. Nagyon jó, megállnak. Remek. Hozzá logot. Stop day. Jó? Oké? Okay. Menni fog? Jó. Hiszek benned. Ez is csak szavar. Szerintetek mi történik? Jó. Most a maradék részét a napnak eltöltjük így favágással. A fa az mindig kell. De ő már ki. Köszönöm. Kapd el, Kevó. Jó.
Oké, átesik a... Átesik a talajon a rönk. Inkább úgy ítögeti azért szorgosan. Meg ő ki tudja emelni a textúrából, szóval ez teljesen jó. Abszolút vállalható. Szóval ez így már tulajdonképpen egy fair deal. Fair üzlet. Szedni a nyilakat. De. És a kis szerpója volt. Meg kell majd kérnem, hogy szedje össze a nyilakat most inkább. Nem tudom, hogy mennyi ilyen carbon fiber nyilam van. Nem. Így az, amivel lősz, a nyíl az, amit lősz. Nyíl vesző, és így, igen. Mert nem lenne értelme, hogy van ilyen, meg olyan így. Látjátok, milyen lelkesen átesik a textúrán? Semmi baj, majd én visszahozom. Nagyon lelkes, de nem tudom, hogy honnan jött az a kolléga. Jó, na töki, figyelj, menjünk haza. Elég volt már a munkából. Napocska is megfárad elfele. Halló? Ez egy kicsit rosszul esik, hogy miután megkaptuk az achievementet, hogy Virginiával kimaxoltuk a viszonyunkat, azóta nem is láttuk őt itt errefelé. Egyszer összefutottunk vele az erdőben. Amikor mentünk a... Mondjál már, jelenleg, hogy tudják azt. A... Amikor mentünk ásni, nem tudom már, hogy ásni, de mentünk ásni. Na, és pacek, fel is töltöttük a helyet. Király! Ide nekem van koncepcióm, hogy mit akarok majd emlegetett szamár. Hát látjátok, csak mondani kellett, és kicsim, meg is jött, jössz kicsim. Szia, darling! Hello! Hát most úgyis jön a nyár, akkor most ebben a dresszben. Az sirályokra lövöldözni. Jó.
Jó, akkor ki fogom találni. Ez mondjuk, ez a része jó. Ezt újra meg kell majd csinálnom. Kettő. Szóval újra ki kell majd találnom, hogy hogy legyen. Egy, kettő, három. Szimmetrikusnak kell lennie természetesen. Egy, kettő, három, négy, öt, így. Lefele lesz majd kettő. Csak ugye úgy lesz lefele kettő, hogy bele kell számolni azt, hogy egy beugró. Mondjuk az is lehet. Csak hangosan gondolkozom. Tisztelt meg picit. Hogyha úgy csinálnám, hogy ezt veszem, ezt így, ezt oda, azt ki, azt is ki, például mehet. Ez így kettő magas lesz. Jó, és akkor ott bejön egy... lassan. Itt bejön egy. Jó. Az ott úgy. Oké. Már formálódik a fejemben, már formálódik a fejemben, pacek lesz nagyon. Az úgy. Fejre vigyázz. És akkor azok a feladatok vannak... Ah, imádom. Ennyire pró. Mennyire pró már, hogy így csak úgy lazába bedobja. Tará, imádom. Szóval ezt a vonalat kell követni arra. Várjál. MSZM PKP KB. Nagyjából jó.
Kíváncsi vagyok, hogy vesznek felé az utolsókat. Ah. Very nice, very nice. Jó. Az ott úgy van kettővel, és akkor itt ezt végig fogjuk majd pakolni újra. Ezt így most Satzper kb. Végig raktuk. Mert az a terv, hogy itt hagyok... Nyari... Na várja, nyilván mutatom fentről, mert ez így nem fog menni. Szóval... Most ugye van ez a forma. Ott is be tud jönni, ott is be tud jönni. A falat majd végig fogom rakni tüskével. Hogy kevesebb kedvük legyen azzal cseszekedni. A faházból a kábelt azt... Ide építünk majd egy érkező állást, ebben még mindig nincs víz, tehát amióta megcsináltam, nem esett. Ugye az lesz. És akkor valami olyasmi a koncepció, hogy tudnak támadni onnan is, meg onnan is, de végig van rakva tüskével, fákjával. És csapdával. Tüske, fákja, csapda. Megnézni, akkor másik oldal lesz. Majdnem. Nem, 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 még mindig 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 nem, ez sem az, ez sem az. Majdnem. Majdnem. Hát akkor... Azt nem zavar, hogy kigyullad a lábad? De nincs valamilyen fali... Hogy csináltam azt a lámpát ott a falra? Ah, itt van. Wall torch. Na, akkor mit hoztál nekem, picim? Guaranaberry, vagy Guaranaberry. Nagyon jó. Tündér vagy, köszönöm. Amúgy lehet, hogy azért jött ide, mert most már van tábortűz, mert különben nem. Ez lehetséges, ez egy magyarázat. Így, és akkor ez így körbe lesz világítva. Mert hogy ugye ott bent megszüntettük a tábortüzet. Jó, és akkor így látni fogjuk, hogy mi merre. Hány óra? Először kirakjuk a külső ívet.
Oké? És utána rakjuk ki ezt a részt, meg ezt a részt. És nem leszünk pupákok. Na jó, megvan a treehouse, ez örömteli. Úgyhogy akkor hamarost ráfordulunk a térképen, elvileg arra, amire most előrefele nézek, a zöld pötty után a hegy másik oldala felé is volt egy pötty, így arra rá fogunk fordulni. Csak előtte alokálunk. Na, van. Na, hát akkor Rise and Shine. Egy újabb nap a paradicsomban. Akinek meg fogjuk mondani, hogy legyen, hogy kedves és maradjon itt. Figyelj! Azt mondja, hogy maradol. Jó? Nem szeretem, hogy bajod essem. Na, ami meg minket illet. Kár még van cucc? Van nálunk gyógyszer, van kaja, van víz. Ó, hát Coca-Cola, Sunshine Beach Happiness. Kaja? Jücsi! És hadd szólja. Irány! Horály! Előtte, begyújtok! Azt pedig megjegyezzük magunknak, hogy Virginiát a tűz vonza, és ilyen egyszerűen fogalmazva a kérdést. Föl kéne mennünk, ugye? Igen. És arra kell, várjál. Arra kell mennünk, jó. Útnak indulunk. Így van, nagy folyó. Nem tudom, hogy kicsim jön-e utánunk. Térkép alapján. Talán. Jó, és akkor arra megyünk előre. Jó, hát most picit körbejöttem, igen. Most követem inkább ezt az utat. Nincs kedvem az a sok drága jó lélekhez. De mondjuk tök mindegy. Már mindenhol búrjánzanak, mert hogy a 25-6, nem tudom, hanyadik napnál tartunk. Semmi. Régi kis szigetünkre kiúszunk. Nincsenek cápák itt, úgyhogy nem para. Ezt vittem. Ezt is vittem. Összeszedjük a gránátos cuccokat. Most ugye a gránátjainkat eldobáltam. Szígyen szemre, és ezért mélységesen elnézést is kérek. Jaj, itt ilyen patkány véglények ti.
Észre. Észre, mert oda csapok. Mondjuk így. Gyere ide! Áú, de hát ütök! Hogy nem találja? Na, meghaltad magad, majomfajta? Nem, ott van még egy majomfajzat. Jó. Hogy nem találja el, ne szórakozzál már velem. Az-e? Hogy nem? Jó, hát legalább belefullad a vízbe. Ki akartam pucolni őket, mert a helikopterhez akarok menni, és nincs kedvem itt hallgatni a vinnyogásukat, miközben én... Nagyon jó, beakadunk. Szóval szeretném ezt nyugiban összeszedni. Ez tele van. Batteri? Kovics. Ég veled, Kovics. Te kő. Jó. És akkor előre. Itt tudjuk, hogy itt van egy táboruk, de azt majd ki fogjuk kerülni. Találunk sírokat, azokat kiássuk. Ha esetleg. És próbáltam őket így ívben kerülni. Nincs kedvem a hülyeségükhöz. Virginia maradt otthon. Már kiabál a hülye. Hősünk kifulladt egy csöppet. Ugye itt volt az egyik barlang, ahol jártunk, itt erre fele valahol. Igen. De ugye ezt a barlangot már egyszer kipipáltuk. Hogy ide most nem kell. Hát nem is, ez nem is igazán barlang volt. Vagy hát ez ilyen maintenance izé volt. Ez is, de mindegy, itt már jártunk, az a lényeg. Ez a lényeg. Már jártunk, ez már megvolt. Na és akkor követjük a sárga köves utat. Futva. A másik medve. Nem tudtam, hogy minek van ilyen slüttyögő-slattyogó hangja, de akkor ezek szerint nekem volt. Vetjük az ösvényt. Aztán majd jól belefutunk egy őrjáratba. Akkor majd egy picit sikítozunk, meg futunk, meg mindenkit lelövünk. Ah.
ennek a túlnak a partján én nem próbáltam egyszer építkezni. Ez olyan ártisnak tűnik ez a helyszín. Ez valami olyannak néz ki, amit én egyszer biztos megpróbáltam. Látlak, te hülye. A helyiek tudnak a jelenlétünkről. Én meg azt figyelem, hogy van egy bármi lútosság így a környéken. Az út mentén. Milyen állat jól néz ki? Ne, amúgy komolyan, le a kalappal, tök jól néz ki a játék. Jó kis tó. Ide is építhettünk volna, de nem építettünk, mert inkább nem. Na, és látjátok, ott van a felkiáltójel, ahhoz megyünk. És erre. Ezt az ösvényt követjük. Bám, ezek ismeretlen dolgok? Nem, blueberry, akkor miért ismeretlen? Mindegy. Whatever. Évezzük a táj szépségét. Csendet. Amúgy egy ilyen szigetre én iszonyatosan szívesen elköltöznék. A bármikor. Csak én kis kanivál férgek, meg mutáns lények nem kellenek. Amúgy iszonytatóan adja. Tehát, hogy így most, oké, mehetünk, mikor indulunk? Ott vagyunk már. Imádnék egy ilyen helyre elköltözni. Ezek itt lábnyomok, és azt jelzik, hogy erre jár. Üröztek már? Lehet. Lehet egy kis hullarablás? Na, sok mit... Most úgy arrébb... Lássuk, mit rejt a sír. Ja, az ásás mechanika az még mindig szörnyű, úgyhogy nem biztos, hogy fogom erőltetni én ezt a sírrablás dolgot. Hm?
valamiért az még neki túlságosan bevonásva, minden engedi. De akkor... Jöjjünk Gélám, ássad! Na? Na vége. Kötél volt. Itt van még egy sír. Itt három sír van. Ja. Hát akkor ásunk. Sírrablónak álltunk. Mi leszünk az Inverse Indiana Jones. Nem itt van. Itt van. Most ezt én néztem be. Gyerünk már! Sok a harmadikat is. Nincs kedvem annyit ásni, annyira nem móka. Követjük az ösvényt, mert az kb. Oda vezet minket. Amúgy, ha egy kicsit megjavítanák ezt az ásás dolgot, akkor állati nagy móka lenne. Csak jelenállás szerint ez baromira nem szórakoztató. Viszont azért ott ez elég jól néz ki ott fent. Egy ilyen síkabb terep felé haladunk. Igen, hát ide nehezebb lenne házat építeni, mert hogy... Ha! Na, azt hiszem, hogy jobbra fele volt a marker. Igen, hát ide... Itt annyira nem lenne szórakoztató feladat bármit is építeni. Mindig azon röhögök magamban, hogy egy cseppeső nem esett, amióta megcsináltuk a vízgyűjtőt. Ó! Oh. Fekszik? Ez egy golfpálya. Ne szíves, hogy ez egy golfpálya. Zseniális, van itt egy golfpálya.
Na mondjuk kisállatot fogni, azt itt nagyon lehet. Itt így elég jó. És van itt valami loot? Úgy hasonló? Mármint, vagy legalább egy golfütőt kérek akkor. Nincs itt egy golfkocsi valahol? Próbálom értelmezni a helyzetet még. Hogy azon túl, hogy hatalmas üres plac van-e értelme ennek a helynek. Mondjuk az tény, hogy ide lehet olyan bázist építeni, amilyen. Ez egy jel. Ez valami jelölés. Ilyen pulcs-szerű jelek voltak belevésve. Itt van valami? Ezek itt csak kövek. Szóval mondjuk ide multiplayerben, hogyha multiban játszik az ember, akkor úgy ez poén lehet. Kimondottam, poén lehet. A tízes vasat, azt nem, nincs itt valakinél? Elkérném. Hol a luk? Na, akkor most már csak egy golfkocsi kéne nekem. Látunk valahol golfkocsit? Én nem. Ugyan a kis papírokat láttuk arról, hogy elvesztek a golflabdák. Csak kő. Ah, na! Ütő. Jó, de nem ásni akartam meg a golfütő érdekel most. Csak most egy picit csalok, bocsánat.
Megvan. Ha már a gitárt nem engedte fölvenni, pedig elvileg összeszedhető item, akkor viszont lesz nekem golfütőm. Azt már nem veheti el tőlem. Mert mint kiderült, ott lent, abban a bunkerban, ott elvileg azt össze kellett volna tudni szednünk az elektronos gitárt. Na, itt van valahol. Meg is van. És elvileg... arra fele pedig kéne legyen golflabda. Na, mondjuk a labda nem izgat, csak az ütőt akartam. Nekem csak az ütő kellett. De ez itt tök szépen néz ki, mert megint állati szép. Nekem tetszik ez a terep, tetszik ez a táj. Szép. Egy ilyen szigetre én akármikor elköltöznék, de bármelyik másodpercben. Főleg, hogyha pont ugyanannyi ember van, mint itt, mert emberből itt sincsen sok. Csak a kanibálokból is legyen. Tettem meg. Csak néztem, hogy figyelj. Egy mentés. Dob be. Jó. Hus! Ezt elteheted. Kár, hogy a görgővel nem lehet váltani. Az mondjuk még egy nagy fejlődés lenne a játék részéről, hogyha a görgővel lehetne. Jó, ne az animációval ne ragadjál bele, mert semmi kezem nincsen megint 60 évig ásni. Körbe kell lásni. Fordulok köz, légy szív. Kicsi miért utánam és most lövöldözik? Azt hallottam? Mit hallottam vajon? Értem, de... nagyon hülye! Az ásás, igen, ez még mindig veszebb bosszantó, nem baj.
Na végre. Ez pedig a maintenance C. C. Na lássuk, itt mit lelünk. Zongerjesztő a hely. Ellenségnek nem hallom nyomát. Ha, ez olyan, mint a Stanley Parabell, hogy nincs kész. Shiny! Ha, mert ez a lakosztály, akkor ezek szerint ez soha nem készült el. Aha, igen. Itt is lett volna egy ugyanolyan lakosztály, mint a többi helyem. De ez ugyebár készült el. A szerszámról tudjuk, hogy just works. Jó, tehát ez a szoba nem készült el. Na és itt van-e valami. Csak a... szép nyugi. Akkor is megeszem. Jó, hát ez ennyi akkor ez a hely. Ezek szerint. Srácok, akkor viszont van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hír az, hogy nem kell már sokáig elviselnetek, ahogy játszom ezzel a játékkal. A rossz az az, hogy tulajdonképpen akkor már csak két barlang van a játékból. Haló? Mi van nálad? Faszom, hogy berreg valami motor. Mert 6 levetű. Aha. Laze. Tegyed el ezt a szart. Halljál meg. Ez mi? Halló? Jézus Mária. Oké, okay, na tipli. Ez bőven pont annyiból volt több, mint ami a lelkemnek elég. Viszont nézzük meg. A revolverre nem lehet tenni semmit. A hangtompítót azt is csak a pisztolyra lehet rátenni. Ezt lehetne, hát ott van, hogy combine. A revolvert nem lehet semmivel kombinálni. Hát a láncfűrészem nekem is van. Nem tudom kibontani. És mennyi nyomtató cucc van nálam? 300 már megint begyűlt.
és modern tech armorból mennyit csináltam? 6-ot. Egészen jól fel vagyunk szerelkezve, hát már igen, elértünk a történet vége felé. De a revolver azt tetszik. Jó, Clint Eastwood, vaze! Mennyi történjen van, mielőtt még elszórom ezt is? 26, jó. Kácsi vagyok. 25, jó. 9 milliset használ a revolver is. Ezt ne akarjuk megfejteni. De így van. Erről valamit szedtünk össze. Lemegyek itt nyíregyenesen a partra. Meg hát most azért így már nagyobb arccal merek kannibál táborokkal cseszekedni. Hogy van egy revolverem. Tehát kicsimnél van egy 9 millis, az szuper. Nekem van egy revolverem, az is elég jó. Szóval így már egészen mi vagyunk a Terminátor brigád. Szóval így azért már nagyobb az arc. Még akkor is nagy volt az arc, amikor megvolt a shotgun, csak ugye akkor még volt hozzá töltényem, amit azóta elhasználtam. Hogy mi? De erről nem beszélünk, jó? Maradjon kettőnk közt ez a tény, hogy elhasználtam az összes shotgun töltényt. Ezt ne emlegessük föl, jó? Nem kell sebeket föltépni. Kicsimet hol írja? Jó, kicsim az még otthon van. Tudjátok, mit fogom én megcsinálni? Beúszunk ahhoz a jelhez, ahol a helikopter marker van. Beúszunk oda, ahol a helikopter marker van, mert kíváncsi vagyok, hogy mi van ott. Most ez így beugrott, csak semmit nem látok már megint a GPS-ből, mert besüt a nap. Parti szelek fújnak. Nem tudom amúgy, hogy most nyár van. Ó, ho. Ősz. Ezt most így nem merném megmondani, hogy melyik van. Ezen a parton jártam már? Hasonlít arra, hogy a partra, ahol jártunk már. Ez volt már, szerintetek? Nem tudom, elmegyek itt a végéig, aztán meglássuk. Talán lesz itt valami finomság. Hát... Na. Ha vagy nem. Jó. Ezt is megnéztük, ez is ki van pipálva. Majd végén majd föl vagyunk a hegyekből. Ja, föl kéne már menni a hegyekbe egyszer. Úgyis a szigetnek azon az oldalán van a... Látjátok? Tehát ott van a közelebbi marker, ahol jártam, a messzebbi az a bunker, de szerintem az a vége bunker, és azon az oldalon van... Esik. Vagy kigyulladtam.
Szóval a messzebbi részen, ott ahol írtott egy barlangot, oda kellene majd elnézni. Mert szerintem az lesz az utolsó előtti állomásunk. Mert tehát, hogy nekem úgy lenne logikus, hogy az a marker, ami itt most messzebb van a part mentén szinte, az lesz valószínűleg az utolsó hely, ahova mennünk kell. Alapozom ezt mind arra, hogy erre messze van. Remélem nincs itt cápa. Nem mindjárt kiderül. Majd sikoltozunk, ha van, jó? Így, hogy jáj! Oké, no cápa. Itt a parton sincsen semmi. Nyilván nem azt mondom, hogy mindenhol legyen teleszórva lúttal a pálya. Ez egy kicsit indokolatlan lenne. De azért ennél lehetne jobban telerakva. Na, csak úgy mondom. Jó, oda nem fogunk... nem fogunk oda elmenni. Hát körbe kéne úszni, és akkor már túl sokat kéne cápa veszélyben lenni. Hallom, de nem látom. Hallom, hogy itt van egy másik versenyző, de nem látom. Jó, hát akkor így járt. Most azért... Na, halljátok? Nem én hallucinálok, ugye? Na, szerintem én nem hallucinálok most. Hát jobbra kell menni. Így át, át, így át. Úgy, ügyes, úgy, ügyes, így, úgy. Úgy. Nagyon helyes. Na, szép, igen. Ó, sziasztok, srácok! Buli van? Akkor hozzátok tartozott a nénye. Ezt tegyed el most egy kicsit. Fekszik, nyugszik. Hol vagy? Hallak? Csak nem látlak. Á! Na, arról, onnan kell jöjjél fel. De én viccnek szántam! És fölkelt egy boom headshotból, beszarok. Hogy nem találja el? Ne szórakozzál velem!
az fixen a feje volt legalább háromszor. Berezültem is. Érted? Azt tudja a feje! Ne szórakázzál velem! Váltsát! Fixen fejbe lőttem minimum kétszer. Ziher. Ez nem létezik, hogy nem. Ha erre az ánusz rózsára le lehet csücsülni. Valamiért nem csábít a lehetőség. Oh, fuck that. Ez tudja, hogy fejés volt. Ez teljesen biztos vagyok. Beúszunk és megnézzük, hogy a helikopter marker az mit rejt. Van-e ott valóban egy rendes roncs? Vagy mi? Kicsit nagy esés lenne, azt nem biztos, hogy be kellene vállalni, mert szerintem belehalnénk. Nánk? Nék, 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 jaj. Majdnem lecsúsztam. Tehát majdnem kanállal nem eszünk levest. Ugyebár. Tartja az ősi bölcsesség. Hol fogok én itt lemenni? Tudjátok mit? Ideje valamit... Ideje valamit letesztelnünk. Úgy működik-e? Tada. Úgy működik-e, mint a... Mint a Minecraftban. Zsír! Úgy működik, mint a Minecraftban, nincsen full damage. Ja. Tedd el. Hülye meg előveszi. Kényszeresen valamit a kezedben kell tartanod? Szorongasd a csödet. Megvolt. Tele vagyunk. Kis rámen. Ah, itt még valami. Aha, itt még vannak dolgok. Ránát, nagyon jó, nagyon gyorsan tedd el, mert amilyen ügyes, hogy felrobbantod magad. Jó.
Akkor most megnézzük a spawn helyünket. Onnan ez az egész kis kalandunk indult. Döglött halak mellől. És elvileg ugye ott van a helikopterjel. És akkor azt kell kiderítenünk, hogy ott tényleg van-e valami. Vagy nem van-e valami. Vagy nem a valami van ott. Nem merek átúszni. Állalom, beszeli vagyok, de nem merek átúszni. Félek, hogy megszexualizál a cápa. És a harmatos, gyenge, szűzi testem nem biztos, hogy elbírná. Igen, és akkor itt lesz, itt van valahol a barlangbejárat. Ahol a... Hát én már meg nem mondom, mit szedtük össze. A valami. Hogy volt? Itt azt hiszem, hogy volt ott oldalt is loot, nem? Nézzük csak meg! Nézzük csak meg! Hogy is volt ez? Ezt most eltelted. És már nem kell. A duct tape az mindig jól jön. A duct tape az univerzális mindent is megoldó eszköz. Ezt tudott. Most madarakat nem gyilkolunk, felszedjük a lootot, amit a spawnernél van. A flare az nem kell. Képet köszönöm. Gránát pláne köszönöm. Baterit is. Sotihoz tölti. Nagyon jó. Szóval... Látjátok, mire gondolok? Azt írja, hogy ott van egy helikopáter. Úgyhogy most ott a parton megközelítő pontot keresek, és meg fogjuk nézni, hogy mi van ott tényleg. Tényleg van-e ott-e valami-e ott-e? Vagy nem-e van-e? Ez most érdekel engem. Oké, kell nekem egy ilyen. Kurvára nem erre gondoltam. Erre.
ezt vedd el, ez legyen nálad. És akkor beöltözünk, azt mondja, hogy felveszük a wetsuitot. És akkor úszunk. Jó. Ezt úgy kell trükközni, hogy... Azt nem értem, hogy... Van ennek alja? Jó, megvan az alja. Elrakta teljesen. Jó van, szarok rája. Akit nagyon érdekel, azt rá tud googlizni. De tök gyorsan úszunk a flippy-floppival. Teszem, hogy ez a víz alján van. Jó, még egyszer megnézzük. És elvileg irányban vagyunk. Szart nem látok. Majd valami fel fog falni, gondolom. Annyira nem jó az irányíthatóság. Na, meguntuk? Meguntuk. Á, már tuti ott kellett volna lennünk. Á, fixen ott kellett volna lennünk.
Jó, hát ennyi. Megnéztük, nem találtuk. Húvel. Hát gondolom, hogyha többen vannak vagytok, akkor úgy könnyebb megtalálni, mert... Mert feltételezem csak, tehát ez szimplán csak egy tippelés. Na, a bőrjakót vegyed föl, ezt meg... Unequip. Na, rohanjunk haza, aztán mentsünk. Na, srácok, akkor hazafutás. Igen, ez most már fix, hogy én vagyok a Spiderman. Ez most már 1 000 000%. Bocsánat, csak közben itten Messengeren zajlik az élet. Legalább is próbálom, hogy legyen valami. Fáradtság, amit teljesen jók vagyunk. Sztaminánk is egész jól bírja. Úristen, megéltük! Esik! Végre esik! A vízgyűjtőnk, amit megépítettünk, végre hasznos lesz! Át tudjátok érezni? Ugye? Fantasztikus élmény. Jaj, de jó. Nyilván pont a hülyék tábora mellett fáradok el. Csókolom. Nehogy nekiálljál most lihegni. Ó, te nagyon jó. Tényleg itt kellett elfáradnod? Na, várja. Tegyed el egy picit. Na jó van. Népírtás. Csábukámat rendesen megagyalták azért. Jó a buli? Ja.
Na jó, ezt, tehát hogy nem jó, tehát srácok, az azért tiszta fejlővés volt. Jó, nem jár a buli nektek. Aki nem hajlandó tisztességesen belehalni egy fejlővésbe, annak nem jár a buli. Ennyi. Na jó, cső. Hol vagyok? Itt is vagyok, nem is vagyok. Ah, ott van. Arra megyek, ott van kicsim. Csúszok hozzád, baby vagy, jó? Shotgun a legjobb, csak tőszer kell bele. De ez a site, ez... Na mindegy. Hát itt vannak sírok, gondolom. Ez a hazavezető út, akkor megyünk haza. Na itt lefele kell hazamenni. Kíváncsi vagyok a vízgyűjtőnkre. Esküszöm, egy pillanatra úgy tűnt, mintha állna ott valaki. Gyerünk, Johnny, fuss! Forestina, fuss! Szegényként meg halálra fog fagyni. Sweet Home Alabama. Szevasz, töki. Vigyáztál a házra? Jó, vigyáztál. Én elhiszem neked, hogy vigyáztál a házra. Nem, ezt még mindig. Igen, ezt létszi, akkor a pár nap múlva esedékes bugfix-el a következő javaslatom az az lenne, hogy az i rövid per hosszú nyomását ezt optimalizáljátok, please.
Teljesen logikusan, a szakadó esőben kell összeszedni a szárított húst. És ittunk egyet. Teknős leves íze volt. Nyom, nyom, nyom. Na jó, étvágyat. Nem, úgy értem, hogy... Hamikáz. Szárított csuklót. Mit nyomjak, hogy megegyed? Így. Hú, mondjuk ez most ott egy kicsit elment az étvágyam. De arra, hogy bocsánat, patkány vagyok. Sorry. Na, hol van Virginia? Folyónál partikázik, jól van. Na, srácok, hát akkor úgy valahonnan innen tájt fogjuk folytatni. Szerintem azzal, hogy itt megint befejezzük a tetőt. Szerintem ezzel fogjuk folytatni. Gyűlik a víz? Gyűlik hát? Nagyon jó. Jó, szóval kb. Onnan folytatjuk, hogy lehet, hogy azt már meg is lehet szűnni. Igen, villámlás esetén nem jó a szabad ég alatt. Kap be, kebó. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kitüntető és hosszantartó figyelmeteket. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Találkozunk valamikor, a héten, I guess, vagy jövő héten. De a lényeg, amit addig ne felejtsetek, Arti szeret titeket. Hello!